Adjunk meg négy olyan természetes számot, amelyek közül bármely kettőnek a különbsége és a három legkisebbnek az összege is négyzetszám. Ez volt az a feladat, amelynek köszönhetően 1682-ben ismert és elismert matematikus lett az április 21-én született Michel Roll. Roll egy kereskedő fiaként látta meg a napvilágot, magasabb szintű oktatásban nem részesült. Kezdetben ügyvédeknél dolgozott, majd Párizsba költözött. Önszorgalomból kezdett el algebrával, geometriával és csillagászattal foglalkozni, később tagja lett a Francia Tudományos Akadémiának. Roll kritikusan szemlélte a differenciális integrál számítással kapcsolatos eredményeket, bár hozzákötjük azt a tételt, amely azt mondja ki, hogy ha egy zárt intervallumon folytonos és differenciálható függvény a végpontokban ugyanazt az értéket veszi fel, akkor az intervallumon belül legalább egy helyen nulla lesz a derivált. Ez a tétel tulajdonképpen a függvény vízszintes érintőjének, azaz a derivált zérus helyének létezésére ad elégséges feltételt. Rollhoz köthető egy egész együtthatós polinom gyökeire vonatkozó szükséges, de nem elégséges feltétel megadása is. Így például, ha egy ilyen fő polinomnak van egész gyöke, akkor az osztója lesz a konstans tagnak. A Rollal kapcsolatos tételek mellett azt is meg kell említeni, hogy ő volt az, aki bevezette az n-edik gyökre vonatkozó, ma is használatos jelölést.